Volt, aki televíziózással, más a telefonjának átnézésével ütötte el az időt a szekszárdi hajléktalan szállón hétfő reggel. Szűcs László, az intézmény szakmai vezetője azt mondja, érzékelhetően többen kértek bebocsátást a mínusz 8 Celsius fokos fagy elől, a szekszárdi nappali melegedőbe és az éjjeli menedékhelyre, mint egy átlagos napon. Éjjeli menedékhelyen 20 férfit láttunk el, illetve 5 nőt, és a nappali melegedőt, amit éjszakára megintattunk, ott szintén 5 főt helyeztünk el. Vasárnap délben lépett életbe ésket, 10 óráig érvényes a vörös kód, amit a nagy hideg miatt rendelt el az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az intézkedés azt jelenti, hogy valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátó rendszer már nem tudja fogadni őket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ebben az időszakban éjszakánként legalább mínusz 10 fok lesz. A szekszárdi hajléktalan szállónak is nagy a kihasználtsága ilyen hideg időben, ám ha szükséges, mindenkinek jut férőhely, senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát, mondja Szűcs László. A nappali melegedőben tulajdonképpen még tudunk fogadni embereket, úgyhogy a férőhely miatt, férőhely hiány miatt nem fogunk senkit elutasítani. A szekszárdi nappali melegedőben és az éjjeli menedékhelyen napi szinten 50 hajléktalan fordul meg, a városban pedig 50 és 70 fő között mozog a fedél nélküli emberek száma. Az intézménynek sok a támogatója, ám mindig szívesen örülnek meleg takarónak, ruhának, téli kabátnak, tartós élelmiszernek és gyertyának. Így, ha valaki segíteni szeretne a hajléktalan embereken, ezeket érdemes eljuttatnia hozzájuk.